A vérplazma a vér halványsárga színű folyadék összetevője, ahogy ez a kis film is mutatja, 90% a víz, 2%-át ásványi anyagok, zsírok és hormonok, 8%-át pedig fehérjék alkotják. A vérplazmát gyógyszer alapanyagként gyűjtik Magyarország több nagyvárosában az erre specializálódott cégek. Nyíregyházán 2 plazmaközpont is van, mindkettő egy-egy bevásárlóközpontban működik. A cégeket megkerestük, ám nem nyilatkoztak az őket és a plazmaadókat is érintő változásokról. Én rendszeres véradó vagyok, tehát már nagyon-nagyon régóta, több mint 10 éve, és mikor lehetőség nyílt arra, hogy Nyíregyházán vérplazmát is lehet adni, akkor természetesen én is ezt megtettem, és örültem is ennek a lehetőségnek, segíteni lehet ezzel a dologgal. És tulajdonképpen ez egy nagyon jó működő rendszer volt. Szerintem mindkét fél, akár a plazma központ, akár a donorok is elégedettek lehettek, hiszen a plazma központ azt láthatta, hogy nagyon sokan adnak vérplazmát, a donorok pedig azt láthatták, hogy ennek van egy ellentételezése, ami véleményem szerint nagyjából megegyezett például az Ausztriában adott összeggel, költségtérítéssel. Ausztriában kb. 20-25 eurót adnak egy vérplazma adásért, és körülbelül ez az összeg nagyságrendileg ennyi volt itt is, és hogy ebben történt változás januártól, amikor megjelent egy rendelet, melynek köszönhetően nagyjából a felére csökkentették ezt az összeget. Az eddigi átlagosan 6-8 ezer forint helyett mintegy 3500 forintot fizetnek a plazmáért a központok, a költségtérítési listák bárki számára elérhetőek, nyilvánosak. A plazmaadás önkéntes alapon működik, azonban a költségtérítés ösztönző erővel bír. A változtatásokat, szabályozást tartalmazó rendelet szerint csak az adhat plazmát, aki évente legalább egyszer vért is ad.